Pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Smuk Andor, a tisztelettársaság elnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt! És akkor a szolgálati közlemények, a Luach, azaz a Héber naptár szerint 5777, svát hónap harmadik napján vagyunk. A Gergely naptár szerint viszont 2017. január 30-án, hétfőn. Martina és Gerda a ünnepli a névnapjukat. Boldog névnapot nekik! És az euró középára 3.11.27, míg a svájci frank 2.91.00, és az időjárás mínusz 6-tól mínusz 11 fokig. Tehát öltözzünk rétegesen. Most még mindenki kinyithatja az ablakot, teát, kávét és egyéb folyadékot előkészíteni, vitaminokat bevenni, kényelmesen leülni a fotelba, és már is Smuk Andorral beszélgetek önök helyett is. Szép jó reggelt! Még egyszer jó reggelt! Mi újság a tisztelet társaságánál? Azt gondolom, hogy minden rendben van januárban. Ugye hát a tisztelet társaságában közel 60 ezer szépkorú van a fővárosban, országszerte pedig 142 ezeren. Hát készülünk a február 14-ére, mert hogy a Valentin nap az nem csak a szerelmesek, hanem a szeretet napja is, az odafigyelés napja, és ennek különböző rendezvényeket szervezünk országszerte. Másrészt pedig hát én innen is szeretném megköszönni az összes szépkorúnak, hiszen egész január az arról szólt, hogy a nehéz sorsban lévő, hátrányos helyzetben élő utcánlakóknak próbáltunk közösen segíteni, több mint 800 takaróval, és ami talán a legfontosabb és érdekes, közel 700 zoknival, mert nem tudom, hogy tudod-e, hogy a legnagyobb probléma a hajléktalanoknál nem csak a takaró meg a meleg ruha, hanem a zokni, erre kevesen gondolnak bele. De hogyha nincs meleg zokni, akkor minden probléma onnan kezdődik, és ugye ők nem tudják ezt kimosni, nem tudják ugye tisztán tartani, tehát ez egy igen erős fogyóeszköz. És indítottunk egy akciót, ami úgy indult, hogy mindenki, aki hozott egy pár meleg zoknit, az választhatott egy szép könyvet, hogy otthon olvassa, mert hogy neki van melege, ahol tud olvasni. És mondom, közel 700 pár zoknit sikerült így összegyűjteni. Tehát köszönjük szépen, a tisztelet társasága él és virul, és bízom benne, hogy sok olyan programon vettek részt, akár a nézők is az elmúlt egy évben, ahol valóban jól érezhették magukat, mert szerették őket. Nézegetem az indulókat, és nem látom sehol a nevedet, nem vagy bejelentkezve sem miniszterelnöknek, sem pártelnöknek. Mi ez a lazaság? Hát borzasztó egyszerű. Hát erre mondhatnám viccesen is, hogy azt gondolom, hogy azért az világos volt, hogy amikor én pártot csináltam, ugye a Szociáldemokrata pártot, és elindultunk egy olyan programmal, ami azt mondta, hogy nem óriás plakátokra költünk, hanem a nehéz sorsban lévő embereknek segítünk. Erre nem volt fogékony a választópolgár. Én meg ezt az értékrendet tartom, ilyenkor két dolgot lehet csinálni, hogy a népet lecserélni elég butaság lenne, hanem tudomásul kell venni, hogy valószínűleg valamit elrontottam, és nem sikerült eljuttatni az üzenetet, mert azt nem hiszem, hogy az emberek számára nem fontos mindenki, aki éppen rosszabb helyzetben él, mint ő, és beláttam azt, hogy most mást kell csinálni, mást kell tenni, tehát a pártpolitikai szempontból egyelőre elkerül. Tehát akkor ezt úgy kell értenem, hogy azért, mert valaki szépkorú és a tisztelettársaság tagja, azért még különböző világnézetűek van, és oda járnak bulizni, olvasni, adakozni, jól érezni magukat, tanulni, de nem pártot választani. Hát mindenféleképpen, ez mindenkinek a saját szíve joga, hogy melyik pártot szereti. Habár van az a nóta Szenes Ivántól, hogy minden pártban van egy olyan ember, amiért pont az a párt nem kell. Én ezt látom nagyjából most a hozzáállásában a szépkorúaknak. Ahogy mondott, pont sikerült tanulni, ugye több tanfolyamot is indítottunk ingyenesen. Most, ami ugye a legérdekesebb, és nagyon örülök, hogy olyan sokan jelentkeztek, közel 300-an jelentkeztek, egy modell és statiszta képző tanfolyam indulhat részből állt, tehát 6 állomáson vesznek részt, a végén kapnak oklevelet, és engem is meglepett, hogy micsoda népszerűségnek örvend, hogy ilyen sokan elindulnak ezen a tanfolyamon. Tehát először a tisztelettársaság tagjai megtanultak kompjútert kezelni. Így van, számítógép, azok is mennek számítógépes oktatás, megy bűnmegelőzés, balesetmegelőzés oktatás, ezek mind ingyenesek, 5. kerület Sas utca 1-be, mindenkit szeretettel várunk, és nagyon fontos, hogy a tagság is ingyenes. És mi van azokkal, akik vidéken laknak?
A vidéken laknak, ugye az úgy működik a tisztelettársaság, hogy egyéni tagság van, ott a helyi klubok, hogyha hozzánk csatlakoznak, akkor próbálunk nekik segíteni, ugyanezeket a programokat, leírásokat, előadásokat eljuttatjuk. Ráadásul, aki vidéken van, már az internet segítségével akár nyomon is követheti az előadásokat. Január 14-én akkor Valentin nap alkalmából. Ez február? Február 14-én, korán reggel van, reggel az embernek még odafigyelni a dátumokra, és csak egy vonalat húztam, most már kettő van ott, látom. Február 14-én mik a konkrét programok, mit fogtok csinálni? Február 14-én terveink szerint lesz zenés összejövetel is, meg ami talán a legfontosabb... Ez is az utcában, vagy megint ilyen nagyszabású koncert? Hát szerintem nagyszabású lesz, ha minden sikerül, pont ma megyünk még a helyszínt tisztázni, de hát biztos, hogy lesz Korda György és Balázs Klári, mert az elmaradhatatlan, hogy hangulat legyen, természetesen ingyenesen, és ami még fontos, amit kitaláltunk, és február 14-ek kapcsán pont a szeretet és az odafigyelés kapcsán fog működni, az pedig nem más, mint hogy elindítunk egy akciót, ami azt mondja, hogy február 14-én hív fel a nagyit. Tehát, hogyha nincs időd, nincs lehetőséged, hogy megköszönj, legalább hívd fel, hogy legyen egyfajta odafigyelés, mert a generáció közötti párbeszéd az pont, amit te mondtál, nem a pártosodáson múlik, hanem pont arról szól, hogy egyébként odafigyeljünk egymásra, mert ezek a telefonok néha több mosolyt és szeretetet adnak, mint egyébként egy nagy virágcsokor mondjuk nőnapkor vagy anyák napjakor. Mai beszélgetésünkből az is kiderült, hogy akkor a nyugdíjasok pártja mögött nem te vagy. Nem én vagyok a nyugdíjasok pártja mögött. Én azt gondolom, hogy a nyugdíjasok pártja az igazából egyrészt azt hiszem, mint aki abban bízik, hogy nyiladozzék ezer virág, hogyha valaki ilyet szeretne csinálni, ám próbálja meg. Én magam, hogyha lehetne szó és találkoznék azzal, aki ezt szervezi, akkor lebeszélném erről, mert hogy azt gondolom, hogy a nyugdíjasok, tehát maga a generációs alapon szervezni egy mozgalmat, egy pártot, ezt ugye utoljára úgy hívták, hogy Fiatal Demokraták Szövetsége, láttuk, hogy mi lett belőle, de most nem menjünk bele, de magában nyugdíjas alapon szervezni egy ilyen pártot, ezt én nem tartom okos dolognak. Gondolj csak bele, hogy és nekem valami nem stimmel ebben a történetben, hiszen nem úgy alakult egy párt, hogy összeültek sok százan és ezren, és azt mondták, hogy szeretnének egy ilyet, hanem valaki bejelentette, hogy majd nem sokára, valamikor, valahol majd összejön valami, amiről nem tudjuk, hogy micsoda, de egyet tudunk, hogy az elképzelései szerint, ugye például azt mondta, hogy egy ilyen... Tehát semmi mozgalom nem volt előtte. Nem csak az, hanem hogy maga a célkitűzésekről nem tudunk, meg nem hallunk sokat. Talán leginkább csak annyit, hogy én szerintem ez egy jó hangulatú média hack, ami azt jelenti, hogy bizonyos fajta érdekcsoportok számára lehetőséget teremt arra, hogy esetleg, hogyha lesz olyan pártok közötti összefogás, akkor na nekem még van egy ilyen is című dolog. Én azt hiszem, és olyan butaság, amikor nem felnőttként kezelik a szépkorúakat a nyugdíjasok, hát mindenkinek van egy kialakult világrendje. Hiszen tőle tanulunk, édesanyánktól, nagymamánktól, nagypapánktól, édesapánktól egy kialakult világrendet. Világos, hogy ő mit gondol a világról, és ennek alapján, hogyha foglalkozik a politikával, már pedig a szépkorúak közel 80%-a mindig elmegy szavazni, akkor ő neki van egy kialakult világrendje, ami alapján megmondja, hogy éppen most kire vagy kire nem akar szavazni, vagy kivel nem ért egyet. Ugye ebben létrehozni egy olyan, hogy akkor dobjál az eddigi világrendjét, és csak az legyen a fontos, hogy generációs alapon mit gondol. És igen, ez az új párt megkeresett egyáltalán? Nem. Hát ennyi eszük szerintem volt. De ugye az a nagyon fontos, ezt akartam mondani, hogy miért kéne a generációk közötti feszültséget tovább növelni. Hát pont arról kéne szólnia. Ha kéne egy pártot csinálni, akkor én abban hiszek, ha szeressük egymást, gyerekek pártot kéne létrehozni, hogy hagyjuk már abba ezt az őrületet, ami most itt egyre inkább tombol, és azt gondolom, hogy fog tombolni. Ami én szerintem sokkal nagyobb veszély a belpolitikában, az a Jobbik. És hogyha ezt nem veszük észre, akkor vakok vagyunk. Hát gondolj bele abba, hogy jelen pillanatban az látszik, amit már egyszer látszunk a történelembe, amikor ugye... Mire gondolsz konkrétan? Konkrétan arra gondolok, hogy hát azért azt láttuk a történelemben, hogy amikor Adolf Hitler hatalomra került, akkor ahhoz, hogy megszilárdítsa a hatalmát, ugye demokratikus módon megválasztották, kapott szavazatokat, akkor megszabadult az SA-tól, hogy akkor ez ugye nagy baj nincs, hogy akkor mutassa, nem hogy lesz, akkor ez egy van. Picit
pirinyók is túlzás von a Gáborékat Hitlerhez hasonlítani? Szerintem nem túlzás, a politikai folyamatot hasonlítom ehhez. Most mi történik? Adva van egy lehetőség, amit úgy ítél meg a Jobbik, hogy valamennyire kéne egy ilyen emberi arcot mutatni. És kialakít egy konfliktust, felhasználva erre szerintem teljesen aljas módon mindent, amit ő ebbe a dologba ki tud használni, felhasználva az emberek egyfajta hiszékenységét, meg valami vágyat arra, hogy esetleg valami változás jöjjön, és most gyorsan megszabadul a Magyar Gárdától egy látványos akció keretében. De könyörögve kérem, és leginkább arra gondolom, hogy a különböző baloldali pártok, mozgalmak azért szedjék már magukat össze. Hát attól, hogy valaki jó hangulatban a fürdőszobába náci, attól még, hogy kijön, felöltözik, leborotválkozott, azért náci marad. És erről nem beszélünk, mert ez a lényeg, mert ez nagyon jó pofa, hogy nyugdíjas pártnak, nagyon jó, hogy akkor most éppen most akkor ki hova költözik, várva, Találkoztál Vona Gáborral valaha? Van valami kapcsolat köztetek? Hát szerintem nincs, főleg azok után, hogy ha visszaemlékszel rá, akkor én voltam az első, aki megkongatta a harangot, amikor fölállt az a, hát én nem is tudom, hogy minek lehet nevezni, és azt mondta, hogy össze kell írni akkor a zsidókat a parlamentbe. Ugye ez a valamilyen Márta nevezetű senki házi, utána pedig én voltam az, aki rámutattam arra, hogy mit is jelent ez a jó hangulatú náci túra, amit idézőjelben jó hangulatú, amit minden évben megszerveznek a kitörés túránál. Tehát nem hiszem, hogy Vona Gábor velem szeretne beszélgetni. A tisztelet társaságon belül mindig csend és béke, honnan hisz minden nyugdíjasnak, illetve a tisztelettársaság tagjainak is kiforrott politikai elképzelése van a világról, amikor összegyűltök, akkor csak zene és mosoly, vagy politikáról is szó van? Vagy egyszerűen az ki van tiltva? Nincs ki tiltva, mert az hozzátartozik az élethez, mert mindenki megbeszéli. Hát azért az a fajta bölcsesség, tudás, tapasztalat, ami azért az életkorral jár, az pont azt mutatja, hogy így kéne megtanulni, hogy egymás mellett tud beszélni a jobboldali, a baloldalival, elmondja a saját véleményét, ugyanazt tapasztalják, ugyanazt látják, csak más a konklúzió, más a hangulat, hogyha ezt tényleg úgy tehetik, hogy egyébként nem kell vérre menni. De olyan konkrét pártosodás, vagy olyan csoport, ami valamit csinálna, ilyen nincsen. Kedves nézőim, az elmúlt percekben stúdiónk vendége volt Schmuck Andor, a tisztelettársaság elnöke. Ezek szerint mégiscsak vannak olyan egyesületek, ahol ugyan mindenkinek van politikai világnézete, de boldogan le tudnak ülni, tejázni, beszélgetni, tanulni, tanulnak komputerezni, tanulnak modellnek lenni, statisztának lenni. Úgyhogy azok, akik ráérnek, és nincs mit csinálniuk, és egyedül vannak otthon, keressék Schmuck Andort, ő segít nekik, hogy jól érezzék magukat. Most egy kis előzetesek, és már is jövünk vissza. Köszönöm, hogy én köszönöm szépen.